95. Csak semmi buzulás, ugye ezt Torrente először 1998-ban jelentette ki, az első Torrente filmben, és hát azóta is ez a Torrente filmek szálló igéje, egy szálló mondata. Nyilván a rajongók ezt úgy ismételgetik, vagy úgy mantrázzák, mint hogyha nem tudom, ez lenne a világ legviccesebb mondata. Lehet, hogy ez volt 1998-ban egyébként, hát akkor vegyük újra a jól ismert leckét. Torrente, ugye ez a velei korrupt, rasszista, szexista, soviniszta, masinista, spanyol egzsarú, akinek egyébként hát jelentős rajongó tábora van Magyarországon is. Szexista, rasszista, korrupt, stb. Ismerős jelenségek ezek nem csak Spanyolországban, és akkor mi nagyon szépen fogalmaztunk. Ezt meg kell hagyni, hogy Santiago Segura, ugye a Torrente alakítója és a filmek rendezője, valamiben nagyon beletrafált a 90-es évek végén. Ezzel a spanyolokat meglehetősen durván kifigurázó figurával. Ugye nyilván a nagy kérdés az volt, hogy hány bőrt lehet lehúzni erről a Torrente nevű poénról, és hát ahogy teltek, múltak az évek, ugye egyre szaporodtak ugye az önismétlések a Torrente filmekben. 11 lúzer! Egy azon estén támadjuk meg a három legnagyobb vegasi kaszinót. És akkor elérkeztünk ugye a máig, így itt van az ötödik rész, amiben már hát más sincsen, mint önismétlés. Öröm lehet a rajongóknak, hogy megint elsütik ugye a Csak semmi buzulást, máskülönben pedig ez nem más, mint egy, hát egy elég szegényes így a Ocean's Eleven paródia. Egyébként még az amerikai színészt, Alec Baldwint is sikerült belerángatni ebbe a történetbe. Azt kérdezi, kire van szüksége? Olyas valakire, mint maga? Máshol nem tudna ilyen profikat leakasztani. Világklasszisokat. Egyébként az amerikai színész gond nélkül belesimul ebbe a színészek nem túl színvonalas társaságba. Az egyetlen izgalmas kérdés az lehet, hogy mennyit fizettek Alec Baldwinnak, hogy elvállalta ezt a szereplést. Még csak nem is egy pici szerepről van szó, ugye több jelenet is van a filmben. Egyébként a vicc az egészben az, hogy nem is olyan reménytelen indul ez az egész sztori, mert hogy egy spanyol, ahogy Spanyolországot látja belülről, a történet 2018-ban kezdődik, hogy a Spanyolország távozott az EU-ból, az euró helyett visszatért a pezeta, virágzik a gyerekmunka, Torrente a nagy támogatója a fiatal kislányok dolgoztatásának. We are ready to start phase one. A nagy büdös francokat beszélünk angolul! Gyerünk mindenki munkára! Tényleg sajnálom, hogy ez egy ilyen fáradt iparágán nőtte ki magát ez a Torrente biznisz, mert hogy volt benne lehetőség. És hát egyébként úgy volt, hogy Csúlya Imre is szerepel ebben az ötödik részben, mert hogy amikor Segura itt járt Budapesten, akkor megígérte, hogy az ő szinkronhangja, aki Csúlya Imre, egyébként remek szinkronhang, szóval majd szerepeltetni fogja Csúlya Imrét az ötödik részben, fantáziált valami, nem tudom, valamilyen elcsalt foci meccsről a spanyolok és a magyarok között, ebből egyébként nem lett semmi, hogy Csúlya Imréből se lett semmi, továbbra is a szinkronhangja Torrentének, de a filmben nem látható. Mindegy, minket ez ne zavarjon, Csúlya Imre ettől még sokkal jobb színész Torrenténél is, és sokkal jobb színész Alec Baldwinnél is, és az egész, és a filmben szereplő összes színésznél. Semmiség az egész! Azt még meglátjuk, Torrente! Igazából én Csúlya Imrét pontoznám az egészben, mert ő nyújt értékelhető alakítás, még ha csak egy szinkrohang is. Csúlya Imre önmagában 5 pontot ér. A film 2, akkor ezt levonjuk az 5-ből, marad a 3. Szerintem ez 10-ből 3. Torrente 5, 10-ből 3. Rinde finco. Olesz a hueva, mortal. Úgy látszik ez a hét a béna vígjátékok hete, mert hogy itt nem csak Torrente szerepel le, de Reese Witherspoon is leszerepel, és Sofia Vergara is az ő oldalán. Itt a Csábítunk és Védünk című hollywoodi vígjáték, ami nagyjából arról szól, hogy Sofia Vergarának hát dúskeblei vannak, Reese Witherspoon pedig alacsony. Superrendőr durván 152 centi magas. Na, nem áll! A másik gyanúsított egy 45 éves spanyol nő. 45 éves az anyja! Két dráma került be a heti kínálatba, az egyik az ő nevében, ez egy lengyel katolikus pap drámája, a másik pedig egy grúz földműves drámája, a Kukoricasziget. Ezt Agály elemér fényképeztem.